Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 16-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt mutatja az első kártya. Itt ennél a kártyánál látható a változás, és pontosan ez az ő terve. Ez a szürke háttér mutatja a múltját, és az, amit ő leszeretne zárni. A színek is mutatják, hogy vidámabb. Ő tervezi a jövőt, és hisz abban, hogy javulnak a dolgok. Hogy érzi magát, azt mutatja a következő kártya. Ez a kártya mutatja azt, hogy itt lesz egy váratlan öröm, vagy szerencse. Mivel itt érzelmekről van szó, akkor is, ha még ez a szerencse nem következett be, ő hisz abban, ugyanúgy, mint ahogy a gondolatai is mutatják, hogy minden jóra fordul. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, ami fontos számára, ami fontos számotokra, hogy éljétek a jelent. Ne a múlttal, de ne is a jövővel foglalkozzatok, hanem élvezzétek ezeket az örömöket, pillanatokat, amit a jelen nyújt számotokra. A következő kártya, a csokis kártyacsomagból mutatja a mai nap energiáját. Ezen a képen az áll, etwas Neues wagen, azt úgy tudnám lefordítani, itt lesz egy új kezdet, és ehhez az új kezdethez kell egy kis bátorság is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven, mint egy videófelvétel, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!